Köszöntöm a Székelyföld magazin nézőit, az én nevem Vajda Szidónia. Felcsíkon jártunk, mai műsorunkban sportoktatásról lesz szó, hiszen elkezdődött Madéfalván is a judó oktatás, majd betekintést nyújtunk a csíkszentamási ifjúsági fúvószenekar tevékenységébe, végül ellátogattunk a Balánbányai Cseperedő óvodába is. Tartsanak velünk! A Zöld Péter Általános Iskola és a Székely Sport Egyesület szervezésében Madéfalva polgármesteri hivatalának támogatásával elindult a judó oktatás Madéfalván. A tevékenység elsődleges célja az egészséges testi fejlődés, mozgás és játék. Valójában egy testületi ülésen az egyik képviselő tanácsos kolléga dobta fel, hogy jóna valami focin kívül még valami sporttevékenységeket oktatni az iskola mellett, és pont a judót vagy valamilyen védelmi sportról beszélt. És akkor ez úgy párhuzamosan találkozott azzal az ötlettel, hogy az itteni tornatanár, ő pedig judószakos, megkerestem, és ő mondta, ő is ezen párhuzamosan gondolkozott, hogy kellene, csak még nem volt adott a hely és az idő, hogy ez ügybe tárgyaljunk, így mind a kettőnk részéről az ötlet találkozott, attól a pillanattól kezdve ő felmérte az igényt, hogy mekkora az igény, tartottak egy bemutatót, majd egy lelkes csoport jelentkezett, akik most már járnak edzésekre. Amellett, hogy adja a termet, a helyet az önkormányzat, még a képzések díjába is hozzájárul, persze a szülők is hozzájárulnak. Ez nagyon fontos a gyerekeknek, a küzdősport is olyan szempontból, hogy kell a mozgás, gondolkodni is kell ebbe a sportba, nem csak mozogni, és minden sportba meg kell tanulni veszteni, meg kell tanulni a alázattal a győzelmet, a nyerést is kezelni, tehát a sportnak eléggé nagy a nevelő szerepe. Egyénileg is, és persze csapatban vannak, jó, hogy egyéni sport, csapatban edzenek, el kell egymásra figyelni, ez mindenképp nevelő hatása van, amellett, hogy mozognak, tanulnak, tehát egy időben sok mindent hajtnak végre ezek a gyerekek is. Örülünk, hogy ez itt így működik. Judo oktatás az egy nagyon komplex tevékenység. A judo az egy japán küzdősport. Rigoro Kano alapította. Arról szól, hogy ellenfelünket harcképtelenné tegyük. Ez az idők során sportággá nőtte ki magát, majd 1960-as évektől már olimpiai sportág. Nagyon sokat lehetne erről mesélni. Esetünkben itt a gyerekekkel foglalkozunk, legkisebb korosztályokkal, leginkább a lesésekkel foglalkozunk, talajtornával, hogy a gyerekek hogyan viselkedjenek különböző mozgások alatt, tehát biztonságosan, gazdaságosan végrehajtsák ezeket. Itt Madéfalván jelenleg március közepétől kezdtük el a tevékenységünket. Egyébként vannak csoportjaink Csíkszeredában, Dániel Szabolcs kollégámmal közösen. Neki ugyancsak Csíkszent Tamáson saját csoportja van, és a Székely Sportegyesületen belül működnek ezek a csoportok. Itt Madéfalván két csoporttal indultunk el, jelenleg egy kisebb és egy nagyobb, 1-4 osztályos gyerekekkel, 3.-4. osztályos a nagyobb csoport, előkészítős és 2. osztályos a kisebbik csoportunk, van egy pár gyerek, aki már óvodás, tehát úgy 5 éves kortól 10 éves korig látogatják az edzéseinket itt Madéfalván. Fő célja az elmúlt évek tapasztalatai alapján alakult ki. Azt tapasztaltuk, hogy a szülők a gyerekeiket elsősorban nem versenysportért járatják edzésre, hanem mozgásért, egészségmegőrzés, fizikai fejlődés, harmadikus fejlődésért, és nem feltétlenül a versenyzésért, ezért alapítottuk meg ezt az egyesületet, sportegyesületet, aminek az a célja, hogy nincs határ, tehát bárkit befogadunk,
kipróbálja magát. Ha nagyon szeretné, akkor van lehetőség majd folytatni versenysportot is, kipróbálni versenyeken való részvétel is lehetséges, viszont elsősorban a mozgás, a fejlődés a célja. Itt Mazifalván is így indult el ez a csoport. Pár éve már elindult a gondolat, csak ez a Covid helyzet megnehezítette az indulást, tehát már 3 éve körülbelül szerettük volna elindítani. Most pedig évelején a polgármester úr felkérésére igazából ő megkeresett, hogy kellene Mazifalván küzdősporttal foglalkozni. Én pedig a judóban vagyok jártas. Egyébként én vagyok a testnevelő tanár az iskolának, ezért ismertem a gyerekeket. Így elindítottuk a judó oktatást Mazifalván. Szeretném, hogyha majd ősztől lennének az új csoportoknak az indulása, viszont még sosem történt olyan meg, hogy elküldjek valakit. Tehát megvan a Facebook oldalunkon is, az elérhetőségek megvannak, meg is lehet nézni az edzéseket, hogyha valaki szeretné, és ki is lehet próbálni. Nem szoktunk rögtön beírni senkit, hanem eljön ki, próbálja 1-2 hét után, hogyha tetszik a tevékenység, akkor keresünk neki felszerelést, és beírjuk a tagsági füzetbe, és attól kezdve látogathatja. Van egy alsó és egy felső korhatár, tehát 5 éves kor alatt nem igazán tudunk dolgozni gyerekekkel, tehát minimum 5 év, és maximum 10 év, így szabtam meg például itt Mazifalván. Visszafele a másik csinálj, jó? Te is megszokod a hajtukába. Mi tulajdonképpen olyan iskolát szeretnénk, ahova a gyerekek örömmel járnak, ahol otthon érzik magukat, ahova szeretnek járni. Ehhez úgy gondolom elengedhetetlen, hogy a felfogást mi szerint az iskola egy olyan hely, ahol osztálytelmi keretek között tanórán átadják a tudást, azon átlépjünk. A mai gyerekeknek olyan iskolára van szükségük, ahol nagyon széles spektrumú tudást, tájékozottságot szerezhetnek. Úgy gondolom, minden gyerek tehetséges valamiben, és az iskolának az a dolga, hogy felfedezze, hogy ki miben tehetséges. Ehhez elengedhetetlen, hogy a gyerekek minél többféle tevékenységben vegyenek részt, ezért szeretnénk a jövőben elindítani iskolaújságot, iskolarádiót, olvasókört. Nemrégiben elindult az iskola kórus, az Amadeus énekkar, az iskolának van saját veteményese, a hagyományos ünnepkörökhöz kapcsolódóan a gyerekek rengetegféle tevékenységen vesznek részt, nemezelnek, tojást írnak, rengetegféle kirándulásra mennek a tanítónénikkel, a pedagógusokkal, a tanárokkal. A sportot kiemelten fontosnak tartom a gyerekek életében. Úgy gondolom, hogy nem csak a testet neveli, hiszen rengeteg dologra megtanítja őket. Segít a stressz helyzetek kezelésében, az elért sikerek segítenek az önbizalom, a magabiztosság kialakulásában, ugyanakkor a kudarcok segítenek megtanulni azokat feldolgozni, közösségben való élésre tanítja meg őket, alkalmazkodásra. Emellett pedig a mai mozgásszegény életmódunkból fakadó elhízást is segít megelőzni. Kiemelten örülünk annak, hogy iskolánk testnevelő tanára egyben csíkszeredai judóedző is, hiszen a csíkszeredai judó az nem csak hazai sikereket ért el, hanem külföldi sikereket is, és remélhetőleg a most elinduló judósaink majd felviszik Mazifalvát a Cselgáns térképére a jövőben az elért sikereikkel. Azért fontos ez a judóoktatás, hogy levezetik az energiájukat. A fiam jól érzi magát itt ez az oktatáson. Csíkszenttamáson több lehetőség is van a fiatalok számára, a kultúra megismerésére, különböző tevékenységek folytatására. A tánc mellett a zeneoktatás is kulcsfontosságú a településen, hiszen a csíkszenttamási ifjúsági fúvószenekarban folyamatosan fejlődhetnek a tanulni vágyó fiatalok.
nézzük egy polgármester hivatal tevékenységét, akkor legtöbb esetben a kívülálló személyek arra gondolnak, hogy fő feladatunk az, hogy infrastruktúrát, falu szépítést, falufejlesztéssel dolgozzunk. De vannak olyan fontos dolgok is, mint például a helyi kultúra, a helyi örökségnek a megőrzése. És mi az elmúlt időszakban, tehát 2003-tól, amióta Karszfalva községtől külön váltunk, nagy hangsúlyt fektettünk ebbe a hagyományok megőrzésébe, a kultúra ápolásába, és 2000-es évek közepén egy idős bácsi, mert ugye tehát a régebb is voltak a rezes bandák, és egy olyan idős bácsi, aki istenkitása már nem ér, az megkeresett, hogy szeretné, hogy elinduljon újra a fúvózenekar a községünkbe, és akkor mi fogtunk az alkalmon, és felvettük a népművészeti iskolával a kapcsolatot. Szent Tamáson nem kaptunk egy olyan oktatót, aki itt az itteni fiakat tudja oktatni, felvettük így az iskolával a kapcsolatot, onnan tanárok jöttek ki, és elkezdték tanítani itt a fúvós oktatást. Ez volt a 2000-es évek közepén. A mai napban oda jöttünk, hogy azok a fiatalok, akik akkor tanultak zenélni, szaxofonon, fuvolán, azok most oktassák a jelenlegi fiataloknak a fúvós hangszereken való tanulást. Mindezek mellett fontos volt az is, hogy nem csak az ifjúsági fúvózenekart támogassuk kultúra terén, hanem a néptánc is egy fontos szerepet jelent közösségünk életébe, hiszen ugyancsak a 2000-es évek közepétől elindult a néptánc oktatás, 2016-tól pedig ilyen opcionálisan kötelező az, hogy minden egy-négy osztályos gyermek táncra járjon. Van oktatónk, van a kultúrigazgatónőnk Kurko Hajnal, ő lelkén hordja, szívén hordja a néptánc oktatást, és azt mondhassuk, hogy Csíkszent Tamásnak ez egy büszkesége, úgy a fúvós zenekar, mint a néptánc, a néptáncos fiatalok, hisz nincs egy olyan rendezvény, gondolok itt falunapokra, vagy 40 éves kortárs találkozóra, bérmálásra, vagy éppen húsvéti kikerülésre, hogy ezek főleg a fúvózenekar, de a néptáncosok is, hogy ne lépjenek fel, és ne szórakoztassák a közönséget, a helyi lakósokat. És persze ennek egy közösségépítő szerepe is van az egésznek, hiszen a gyermekek együtt vannak, együtt tanulnak, sőt, együtt járnak kiszállásokban, mert azt tudni kell, hogy a néptánc csoportunk, a zsibongók, illetve van még egy idősebb néptánc csoportunk is, akik kiszállásokra járnak, most voltak például Szilágy megyébe, de eljárnak Balkóba, eljárnak Magyarországra, testvér településre, és mi büszkék vagyunk erre. Elsősorban ugye a fiatalokat szólítja meg a fúvós zenekar, a tánccsoport, a judó, a hoki, foci, úgyhogy nagyon sok lehetőségük van a gyerekeknek, hogy a szabad idejükben a tehetségükhöz mérten vegyenek részt különböző tevékenységekben, eseményeken. Ez fontos, ennek közösségépítő szerepe is van, tartozni valahová, ünnepeken, hogyha részt veszünk, akkor kiemelten fontos és nagyon szép dolog, hogyha egy csapattal együtt szerepel, érzi, hogy tartozik valahová, az öntudata is erősödik ezáltal, meg hát a kulturális életnek, hogy része legyen, szerves része, az azért én azt hiszem, hogy egy nagy dolog. Falunapokkor, mikor reggeli ébresztőt fújnak, nem morcosan néznek ki az ablakon az emberek, hanem megtapsolják őket. Vagy várnak is minket különböző eseményekre, meghívnak. Úgyhogy ez mind olyan jó érzés. A zenekarunk az 2008-ban alakult. Több karmestere is volt. Először Úrszúj Árpád vezette a zenekarunkat, utána 11-ben átvette Sándor Árpád, majd azt követően 16-ban testvérem Tajs Tamás, és én újabban igazából csak egy éve vagyok a karmester.
A főkarmesterünk még mindig testvérem, de inkább én foglalkozok a gyerekeknek a betanításával. A legtöbbet itt Szent Tamáson szereplünk. Ugye ünnepnapokra hívnak meg folyamatosan, valamikor nem hívnak meg, de mi meghívassuk magunkat, és elmegyünk olyankor, mert nagyon szeretünk játszani, és nagyon akarunk fellépni mindenhol. A legtöbbet még Szent Tamáson kívül Balánra szoktak hívni. Ott szoktunk városnapokon játszani, ott ébresztük, és még egy órás koncertet is adunk, aztán még a 40 évesekre is oda elhívnak, Balánbányára, és még a karácsonyi fellépések, még akkor is szokott lenni fellépésünk. Céljaink a legeslegelső az, hogy ugye most egy újabb csapatot hozzunk, ez már meg is van valósulva. Tervünk most nyára, fellépésileg tudok csak mondani. Most jövő héten megyünk Szeredába, lesz fellépésünk, két nap egymás után. Aztán szintén Balánbánya, ugye ott hivatalosak vagyunk mindig, falunapok vannak Szent Tamáson, így a közelebbről ennyi. Aztán a jövő évre szeretnénk most már elmenni egyet turnézni is, így Magyarország tájt, a testvértelepüléseket felkeresni. Én a részós hangszereket ott oktatom, abba beletartozik a trombita, a tuba, a harsona, a vadászkürt. Fuvalán játszom már több mint 5 éve, 6 éve. Az egész az úgy kezdődött, hogy elhívott az egyik barátom, hogy menjek, mert milyen jós a társaság, és minden, és tényleg annyira megfogott, hogy nem tudnék már szerintem kilépni. A fuvalázás az már több nekem, mint egy hobbi, nem is csinálok mást már helyette, mellette. A turnék, fellépések, amikor megyünk, így összegyűlnek az egészen, akkor ismét csak azt tudom mondani, hogy ennél jobb társaságban nem is kerülhettem volna, és mindig picit izgulunk az összesen, de végül örökké úgy sül el az egész dolog, hogy ennél jobban nem is lehetne, és egyre jobbak leszünk. A felújított épületnek és a szakképzett óvónőknek köszönhetően megduplázódott a balánbányai cseperedő óvoda gyerek létszáma. Az elmúlt időszakban a magyar állam támogatásával felújított óvodában jártunk. Nagyon örvendett a közösségünk a Kárpát-medencei óvodafejlesztési projektnek, amely keretében belül felépült itt Balánbányán a cseperedő óvoda és bölcsőde. Ez a közösségünk megmaradása szempontjából egy fontos mérföldkőnek számít. 2019-re fejeződött be az építés az új óvodának. 2020. szeptemberétől kerültek ide gyerekek. Azt el tudom mondani, a jó körülmények miatt és a megfelelő személyzetért a gyermekek létszáma megduplázódott, akik magyar óvodai csoportba iratják a gyerekeiket. Itt találunk 2 évestől 6 éves korig mindenféle gyereket, 2 csoportba, bölcsőde, kis csoportos, 3-4 évesek, és a nagyobbak, a 4-5 évesek. A környező településekről is hoznak ide gyerekeket, aminek nagyon örvendünk, és reméljük, hogy ez az óda továbbra is fenn fog maradni. Itt Balánbányán kezdtem, itt is folytatom, gondolom innen megyek nyugdíjba is majd. Óvónéni vagyok. Hogy mit jelent nekem hűha, ezt így most nagyon röviden nehéz elmondani. Szerintem mindent. Amikor óvodás voltam, akkor azt mondtam, hogy óvónéni szeretnék lenni. Szeretnék óvodába járni. Talán az adta a löketet, hogy ezt a pályát választottam. Úgy érzem, hogy mai napig is szívesen jövök az óvodába. Szeretem, amit csinálok. Gondolom, hogy sok gyereknek jó emléket hagytam az évek hosszú során. Így most a nyugdíj előtt, ha visszagondolok,
akkor nyugdíj előtt állva, akkor csak annyit mondhatom, hogy én úgy hiszem, hogy ugyanezt a pályát választanám még egyszer, ha lehetőség lenne rá, és ha még egyszer lehetne. Az óvodán két csoportot foglalkoztat, van egy nagy csoportunk, 26 gyerekkel, és van egy törpi csoportunk, 23 gyerekkel. Két óvónő dolgozik a nagy csoportba, két óvónő a kicsi csoportba. Közel mondhatom azt, hogy nem csak valámbányai gyerekeket, hanem Domokosról, Szent Tamásról is fogadunk, és nem csak magyar gyerekeket, hanem magyarul tanulni vágyó gyerekeket is foglalkoztatunk az óvodánkba. Mint óvoda is működünk rövid programmal és napközivel is, mivel a szülők nagy része dolgozik. Az óvodánk nagyon jól ellátott, van hálószoba, foglalkoztató terem, van konyhánk, van ebédlőnk. Igaz, hogy átalakítottuk őket, de minden célnak megfelel, és hatalmas nagy udvarunk, ahol igazán a gyerekek tudnak játszani játszóterekkel, meg mindennel felszerelve. Nagyon örülünk a Cseperedő óvodának, mivel hogy egy nagyon kicsi épület, nem olyan nagy óvoda, mint a régi kommunista óvodák. Úgy érezem, mint szülő, hogy a gyerekem egy otthonias környezetben nő fel. Dadusok, óvónénik nagyon sokat foglalkoznak velük, rengeteg verset, éneket tanulnak. Persze itt van ez az udvar is, ahol nagyon sokat tudnak játszani, és nekünk ez nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy jó helyen vannak a gyerekek. Ennyi fért a mai Székelyföld magazin című műsorunkba. Köszönjük a figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is!